Üdvözlök minden hallgatót itt a Magyar Intézet újjászülető Árpádház konferenciáján. És az én témám, az én előadásom az a Magyar Intézet Régészeti Kutató Központja által végzett abasári feltárásokról szól. Viszont úgy gondolom, hogy abasárt nem lehet úgy tárgyalni, hogy előtte nem beszélünk magáról abasámú erről, akinek öröknyug helyet adott ez a település, hiszen az általa 1042-ben alapított Bence és Monostorban helyezték nyugalomra, és reményeink szerint ennek a területnek a kutatását elkezdtük és be tudjuk fejezni, és a jelenleg eredményeinket szeretném bemutatni. Arról, hogy ki volt Abba Sámuel Magyarország harmadik királya, aki 1041-től 44-ig uralkodott, és hogy milyen családból származott, a krónikáink adnak említést, illetve adatokat. Tehát Anonymous Gesta hungarulába írja le, hogy amikor a honfoglalók Magyarországra érkeznek Árpád vezetésével, akkor Árpád vezér földet adott Ednek és Edöménnek a Mátra erdőben, ahol az unokájuk Pata később várat épített, az ő sarjadékukból származott hosszú idő után Sámuel király is, kit kegyességért Abának hívtak. Tehát ezzel gyakorlatilag meghatározza Anonymous azt a <kül> helyzetet, amit most mi régészetileg is feltárunk és igazolunk, hogy a Mátra erdő alatt, a Mátra déli oldalon Abasár településen volt az Abák ősi földje, az a, az a terület, ahol az Aba nemzetség megtelepedett, és ennek első képviselője Pata, akit szerint ismerünk, talán nyilván Gyöngyös Pata neve is ebből ered. És még egy dolog, hogy kegyességért Abának hívták, ez talán arra utalhat még, hogy az aba Magyarországról egy kicsit furán köthető össze, azzal talán, hogy miért nevezhető ez kegyességért abának. De, hogyha Mongóliába járunk, és én most a 2021-es évben kétszer is jártam ott, ott minden egyes kőrakást, amit óvó védő céllel építenek, obónak, óvónak, de a helyiek nyelvén abának hívnak. Egyébként úgy gondolom, hogy ez a aba vagy óvó név, ez nem lehet véletlen, hogy fennmaradt a krónikáink által, és a magyar nyelvben, és a magyar néphagyomány által. Tehát az a lényeg, hogy a Mátra erdőben telepíti le őket, viszont hogy kik voltak ezek az abák? Abák nem a turul nemzetségből származtak, nem az Árpád házból származtak, hanem a klónikáink tanúsága szerint Ö, gyakorlatilag amikor az oroszokkal vívtak a honfoglaló magyarok, akkor a kunokhoz tartozó vezéreknek volt Ed és Edömén a két fejedelme, akiktől az abák származnak. És amikor az oroszokkal békét köt Árpád fejedelem, hiszen felül kerekedik rajtuk, akkor látták Álmos vezér kegyességét, ugye Árpád apjának a kegyességét, amelyet az oroszok irányában tanúsított, lába elé borulva önként meghódoltak Álmos vezérnek, és innentől megfogadták, hogy fiának Árpádnak is tulajdonképpen örök hűséget esküsznek, és így került az Árpád nemzetség követővévé az Aba nemzetség, és tulajdonképpen keletről a valószínűleg a mai Ukrajna-Dél-Orosztyepe területéről jöttek, hogy kikélhettek ott ebben az időben, amikor a magyar honfoglalás lezajlott. Arról azt hogy tudjuk mondani, hogy valószínűleg Hun utódnépek lehettek, és az, hogy Kunnak nevezi Anonymous, azt szokták anakronizmusnak mondani, hiszen a Kunok később érkeznek a Kárpát-medencébe, mint az Abba nemzetség, vagy Abba Sámuel királysága, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül itt a Kunokra kell gondolni, hanem egy olyan keleti népességre, aki alapvetően a Hunokhoz köthető. Aztán Anonymus nem csak azt írja le, hogy a Mátra erdőnél kaptak földemet, hanem, földeket, hanem amikor keletről a vereckei hágón bevonulnak, akkor leírja, hogy a Bodroközi hosszabb megálló után, szerencs környékén földeket adományoz az abba nemzetségnek, amelyeket most is érdemesek rá, hogy birtokoljanak. Tehát Anonymous korában... 1200 körül ezek a földek aba tulajdonban vannak. És ez, ezt a, mind a történeti források, mind a régészeti források is így ö, ismerik. Tehát az abáknak tulajdonképpen az ősi vár, ami talán Gyöngyöspatán vagy Abasáron lehetett, ahhoz képest az aba új vár, ami Borsodabói Zemplén megye névadó, egyik névadó települése, Addig tartottak a birtokaik, tehát egészen az Emplentől a Mátráig. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Észak-Kelet-Magyarország urai voltak a honfoglalás korától. És hogyha megnézek a kiskirályok korában, gyakorlatilag abba a Mádének a birtokait, ami ugyanígy észak magyarországra tehető, akkor itt annyit kell még kikötnünk, hogy a rátótok birtokai, voltak az abban nemzetség ősi földje, és onnan vándorolnak észak Magyarországra, de Szent István és Abba Sámuel korában gyakorlatilag egész észak Magyarországot uralják, úgyhogy a Kárpát-menence egyik legfontosabb uraik. Aztán Kálti Márk képes krónikából leírja, hogy, és a képes kronika szerzője leírja, hogy Csaba Attila halála után, ugye Attila Hun király halála után Honóriusznál Görögországban vendégeskedik, ahonnan egyesztöndő alatt tért vissza Szitja földre, ez egyébként jól mutatja a korabeli népvándorlások sebességét, vagy vagy utazások sebességét, hogy egy ilyen magyar honfoglalást is, vagy egy ilyen Csaba teljes udvartartásának keletre vándorlása nem vesz többet igénybe egy évnél. Tehát ezek sokkal mobilisabb társadalmak voltak, mint, mint gondolnánk. Nem több évszázadig tarthatotta még a honfoglalók is bejöttek a Kárpát-merencébe, hanem valószínűleg évek kérdése lehetett a történet vagy akár egy év alatt is lezajlatott. Minden esetben leírja, hogy Horezmől nősült Csaba, és ettől a feleségtől nemzete Edömént és Edet, és Bendegúz Attila apja azt kérte Csabától, hogy térjen vissza Pannóniába, aki vissza is tér. És innen erednek egyébként a székelyek, vagy innen eredeztetik magukat a, székely nemzetségek, és ezért tartják Csabát a, a, a alapítójuknak. Viszont fontos, hogy a Kézai Simon, vagy bocsánat, Kálti Márk a képes krónikában tulajdonképpen Attila Hun királytól eredezteti egy Horezmi feleségtől, ami egyébként a mostani Afganisztán és a volt Baktria területe, és tulajdonképpen az árpádházi genetikai kutatások is arra mutatnak, hogy innen ered az árpádház is, tehát hogy erre a területre, ez a királyi uralkodó házhoz vezeti vissza a képes krónika, csak úgy, mint a Turul dinasztiát is. Tehát itt igazából már láthatjuk azt, hogy a krónikáink szerint az Aba nemzetség és a Turul dinasztia, az Árpád ház, az közös rokonságra megy vissza egy korábbi őstől, ami a krónikáink szerint a hunok. Kézai Simon ugyanezt írja le tulajdonképpen, hogy Csabától származott abba a nemzetsége, és amikor másodszor visszatérnek a magyar honfoglaláskor Pannóniába, atya és anyja igen nagy atyafiságával bejöve, anya korezmől való, ed pedig szkétjában marad atyánál, és itt telepednek le gyakorlatilag anonimus által említett Mátra erdőnél. Kárti Márk ugyanezt írja le. Most, hogy Horezm, hol hova tartozott, ezt itt láthatjuk gyakorlatilag térképen. Tehát tényleg arra a területre eredezthethető a ABA nemzetség is, legalábbis anyagi ágon, ami a ősi Sejemút vidéke volt, és tulajdonképpen, ahol a hunok is jártak az 5. század. Körében. Aztán még egyszer említi uh, Anonymus a, 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 a kunokat, mint, uh, mint az, ugye kunoknak említi Edet és Edőményt, és még egyszer említi a kunokat, méghozzá, hogy Zolt a vezérfiának, tagsainak a feleségét hozott a kunok földjéről. Ez uh, úgy gondolom, hogy következetességet uh, teszünk fel Anonymus krónikájában, akkor Uh, akkor úgy uh, látom, hogy ezek a kunok, elképzelhető, hogy ugyanazok a kunok, akiket uh, korábban uh, ednek és edöménnek a uh, őseinek tart. Tehát elképzelhető, hogy Árpád uh, unokájának, Zoltának uh, a fia, taksony ugyanarból az abba nemzetségből házasodott, mint uh, később majd Szent István király nőtestvére. Kézai Simon leírja, hogy Abba Sámuel Szent István királynak a hugát vette el feleségül, és hát ez nyilván azt jelenti, hogy az Abba nemzetség az gyakorlatilag a Turul dinasztia, az Árpád ház után a második legfontosabb nemzetség lehetett a Kárpát-medencében hiszen nyilván Géza, aki Szent István apja volt, és dinasztikus kapcsolatokra törekedett, tulajdonképpen lányait Európa szerte királyokhoz és hercegekhez adta, mindösszesen egy lányát adta magyar nemeshez, és ez pedig Abba Sámuel volt. Tehát ebből az látszik, hogy Abba Sámuel és az ABBA nemzetség igenis kárpát második számú családja volt. Na most ABBA Sámuel mindig is azt írja az emlékezet, a krónikák, hogy ABBA Sáron alapított olyan bencés kolostort, ahova temetkezni szeretett volna, csak mivel 1042-ben alapította meg uralkodásának második évében ezt a kolostort, és 1044-ben váratlanul bekövetkezett halála ugye a Ménfői csata után ölik meg következtében. Nem volt kész még a Kolostor, ahova eltemethették volna, ezért átmenetileg máshova a halálához közel Feldebrőn temették el, egyébként a szintén az abák által alapított másik monostorba, és csak amikor elkészült abasár a monostor, akkor vitték át ide a holttestét egyébként, amit úgy írnak le a krónikák, hogy romlatlan testtel találják meg, csak úgy, mint a Szenteket, és romlatlan testtel viszik át Abasára, ahol az általa alapított sármonostorában temetik el. Na most Abasár itt gyöngyös mellett található, gyakorlatilag az M3-as autópályával párhuzamos középkori, Árpádkori főút mellett, ahol az Alföld találkozik a északköi középhegységgel, ahol gazdát cserélnek a fa és prémáruk az Alföldi Gabonára, ahol a legfontosabb piacok találhatóak, ahol a kelet-nyugat irányú, a Vereckétől Budáig tartó főút találkozik az észak-dél irányú kereskedelmi útvonalakkal. Úgyhogy nem meglepő, hogy ez a terület gyakorlatilag az abáknak az ősi fészke. Az egyik legszebb táj, én körülbelül egy évet töltöttem ott az Ásatáson az elmúlt időszakban, és mondanom kell, hogy, hogy tényleg Magyarország egyik legszebb helye. A Mátrával a háttérben, a nagy magyar alfölddel a szemünk előtt, egy olyan dombon áll ez az abasári monostor, ami igen, csak megfelel a bencés monostor alapítási elvárásoknak. És hát itt a többi település, mint Gyöngyös vagy Gyöngyös Solymos, Domoszló Kisnán, Feldebrő, Tarna Szent Mária, mind-mind köthetőek egyébként az abákhoz, illetve a Árpád házi, Árpád környéki és a Szent Istvánig tartó, tehát inkább Géza és István korához igazából minden településen található szinte kivétel nélkül olyan Árpád kori templom, amelyet lehet később elbontottak, vagy teljesen átépítettek, mint a Kisnánai Várban található, de kora tényleg a 10-11. századi fordulójára datálható, és a Mátra alján itt a legsűrűbb a kárpát medencében talán az Árpád-kori várak hálózata, tehát szemmel láthatólag a konferencia címéhez igazodva. Itt, hogyha tovább folytatjuk ezt a árpádkori kutatásokat, akkor egy tényleg egy újjászülető árpátkor lehet. A Kárpát medencőben ez a gyöngyös környéke egy gyönyörű helyen található látványos helyszíneket felsoroltató hihetetlen régészeti lehetanyaggal rendelkező környék. Abasár, ugye a Mátrától kicsit délre eső Sárhegy lábánál található, és a, tulajdonképpen a síkság és a hegyek találkozásán az utolsó hegylábon települt, és az utca térkép az még máig kirajzolja azt a kettős vese alakú, vagy ha együtt nézzük egy kör alakú tulajdonképpen helyszínt, ahol maga ez a bencés monostor található. Itt már rajta van a Régészeti feltárásunknak a légi felvétele is a területen. Látható, hogy ez a 1042-ben Abasámolá által alapított templom, az tulajdonképpen egy kolostornak a déli oldalán található, és maga ez a terület minimum 5000 négyzetmétert foglal el, de legalább legalábbis azt gondolhatjuk, hogy a Kolostort körbevevő kiszolgáló település és maga a királyi palota és a királyi székhelyel együtt több tízezer négyzetméter 11. századi emlékfeltárása várat itt magára, de tény az, hogy a királyi temetkezési hely, ez a Kolostor talán az egyik legfontosabb helyszín. És ezt tudták egyébként a a 20. században, a, a, nem is azt hogy a 20. században egészen a 20. századig tudta a helyi népesség, hiszen ezt a dombot, amin itt ez a csoport látható, itt a 20. század elején soha nem építették be. Pedig egy ö, nyilvánvalóan jó építkezési helyszín lett volna, de mégis a második világháborúig ide nem építettek házat, hiszen tudták, hogy ide van eltemetve Abba Sámuel, ez a település legfontosabb helyszíne. És itt a látható római katolikus templom, ami ma is áll, az talán a másik legfontosabb helyszín, 80-as évek falkutatásai igazolják, hogy ez is 11. századi eredetű. Itt két domb áll egymás mellett, feltételezhetően itt volt a nemzetségfői központ ezen a dombon pedig a királyi temetkezési helyszín, illetve az egyházi pont a Bencés Monostor. Ez a másik irányba szintén egy század felvétel, háttérben a Mátrával, és látszik, hogy még a környező utcákat sem építették be, egy szent területként gyakorlatilag üresen hagyták ezt a részt. Ez egy fényképfelvétel ugyanabból a korból, és ezért megrázó az, hogy amikor a magyarság Intézet 2019-ben idejött, és ö, elkezdte az első terepszemléket, majd 2020. október 12-én megtörténik ez az első kapavágásnak mondható ö, humuszolás, amikor elkezdtük a felterest, addigra már ez a beépítettség ez sokkal erősebb volt, az itt látható lila háznak a sajtó által lilaházként emlegetett ház a domb legmagasabb, legszebb pontján álló épület, mellette egy borkombináti épület, ahol gyakorlatilag komoly földmunkával pusztították el az emlékeket, de hát a település legnagyobb pusztítást végző épülete a lelőhelyen, ez pedig a 650 négyzetméteres művelődési ház és Aba Sámuel borozó, ahol 4 méterig markolták ki minden nemű régészeti feltárás nélkül az emlékeket, úgy, hogy gyakorlatilag 1954-ben ennek a helyén egy tűzoltó létesítésénél már Régészetileg igazolva lett az Egri Múzeum régészeti által, hogy ez 11. századi lelőhely, és hivatalosan is azonosították, hogy ez az nemzetség nemzetségfői központjához tartozó Bence és Monostornak a része. Ehhez képest az 50-es években megépülhetett a Lilaház, a 60-as években ez a 654 négyzetméteres Művelődési ház ami egyébként újkorában sem volt egy szép épület, és aztán 70-es években a borkombinát, és még egy lakóháza területen. Tehát itt jól látható, hogy a, a szocializmus és a kommunizmusnak a múltat végképp eltörölni ideológiája az itt helyi szinten hogyan valósult meg. Egyébként azt is el kell mondjam, hogy a, a Lilaházban, a Egerszó TS elnök lakott, aki azért építette ide a házát, mert rosszba volt a Abasári TS elnökkel, és az Abasári TS elnök egy utcával lejjebb rakott, és ő neki magasabbra kellett építenie a házát, mint a másik TS elnöknek, és ezért elbontva a 11. századi kerek templom felét és több mint 50 sírt feldúlva megépítette ezt az épületet, természetesen régészeti felteres nélkül, és helyiek elmondásából tudom, hogy Abasáron ugye a szovjet laktanya volt az ország legnagyobb tankállomásával, és úgy zajlott az építkezés, hogy szovjet katonák álltak fegyverrel sorfalat a építkezés előtt, tehát látszott, hogy nem, nem muszáj érdeklődni, hogy mi történik ott. Na minden esetre, a területen, mondom, 54-ben történt egy feltárás, és a következő ásatás az pedig 1971-hez köthető, ahol amikor a művelődési ház megépítése során olyan népi közfelháborodás keletkezett, hogy gyakorlatilag elpusztították a helyet ezzel a művelődési házzal, hogy valami csoda folytán a művelődési ház udvarának a parkosításához régészeti feltárást írtak elő, amit ö, szintén az EGRI Múzeum végzett. Ö, látható erről a képről jó hangulatú ásatás volt, ö, nem mellesleg köszönve ezt egyébként az Abasári Orasz Rizlingnek, és sajnos ö, innen szintén helyi elbeszélésekből tudjuk, hogy, ö, hogy 20 forint volt egy ö, Koponya, egy jó állapotú koponya, 30 forint volt, egy jobb ö, sírfedlap töredék, amit fel lehetett még kockakőként használni építkezésekhez, és tulajdonképpen az ásatásvezetők nem nagyon tartózkodtak a helyszínen. Pedig olyan ö, síremlékeket találtak, olyan sírfedlapokat, mint az itt látható ö, egyszerű keresztes, ö, sírfedlap, vagy a mellette lévő még korábbra datálható, tényleg a kereszténység Magyarország első évtizedeire kelteszhető egyszerű keresztbevéséssel látható hatalmas monolit sziklatömb, amelyek gyakorlatilag a korai Árpádházi sírkövekhez mérhetőek, illetve egy olyan látványos 14. századi sírkövet is feltártak ekkor, ami be is került a Gyöngyösi Múzeum állandó kiállításába. Ez is egy kicsit szinte érthetetlen, hogy miért Gyöngyösre kerültek. Valószínűleg azért, mert közelebb volt üzemanyagban, mint a Egri Múzeum. De hála Istennek ezek a sírkövek máig megvannak, ugyan a Gyöngyösi Múzeumban már nem tudták, hogy honnan származnak, de sikerült azonosítani őket egy külső raktár dufartja alatt. Minden esetre az előbb mutatott keresztes sírkőnek a párhuzamai, akár a Szent István felesége Gizella sírköve, akár Tihanyban első András sírköve, Úgyhogy tulajdonképpen az sem lehetetlen, hogy az a sírfedlap az még Abba Sámú elé lehetett, és az 1971-es feltárásból került elő. Sajnos a feltárásról semmilyen feljegyzés nem maradt, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum számára három és fél oldal ásatási jelentés származik néhány rajzal ebből a feltárásból, amelyen leírják a végén, hogy majd a hiányokat pótolják, amire sajnos nem került sor. 1071-es feltárás után 2008-ban indult helyi önkéntesek és egri középiskolások segítségével egy a múltat feltárni akaró önkéntes alapon szerveződő feltárás, amelyet mostani alpolgármester úr is Grócz is támogatott, illetve szívén viselt, és ez a feltárás érte el azt, hogy a 71-ben már egyszer megkutatott kerek templom, amelynek 11. századi falai gyönyörűen állnak ma is tulajdonképpen, az újra kitakarásra került. Sajnálatos módon ugye egy nagy évű terv lett volna, hogy ezt a romot felújítsák és bemutassák. Az eredeti elképzelés ez lett volna, viszont nem ez lett a sorsa, hanem az, hogy 2020-ig egy idéglenesnek szánt védőtető alá kerülve gyakorlatilag a pusztulás szélére került, és a Magyar Intézet ezért is választotta abba sárt kutatási helyszínéül, hiszen itt konkrétan veszélyeztetve voltak azok a romok, melyek előkerültek megdöbbentő az is, hogy erről a feltárásra egy olyan összesítő alaprajz készült, ami nek köszönő viszonya nincs a valósággal, tehát látszik, hogy a rajzoló úgy ült le az egyik, az ásatási szelvény egyik sarkára, hogy úgy ránézésre berajzolta a falakat. Ezek a falak például a valóságban egymással teljesen párhuzamosak, mint ahogy ez a fal is párhuzamos ezekkel. Hogy ezek miért kerültek így Felrajzolásra azt senki nem tudja. Minden esetre búzás Gergely, illetve a magyar szakma is ezen e, korai egyetlen megmaradt rajz alapján rekonstruált egy kerek templomot, ami a királyi temetkező hely lett volna, és egy ahhoz kapcsolódó e, palotaépületet, illetve egy kis kápolnát, amely e, esetleg még a másik királyi temetkezési hely lehetett volna, és ennek egy tömegvázlatát is elkészítette, és hát ezen épület feltárását tűzte ki célul a Magyarságkutató Intézet 2020-ban, azzal, hogy itt a zöldel jelzett megnagyobbodott területet, vagy nagyobbnak szánt területet feltárja, és így a palotasz szárnyat, ezt a kiskápolnát és a most kitakarásra kerülő kerektemplom, tehát védőtető alatt pusztuló részeit is újra feltárja, és gyakorlatilag az állagvédelmét megóvja, megcsinálja azzal, hogy megóvja azt az utókornak. Tehát ez volt a terv, viszont már az első, első évben kiderült, hogy a kerek templom és a hozzá kapcsolódó palota szárny viszonya teljesen más. A palota szárny az nem palota szárny, mert nem erre folytatódik, hanem ebbe az irányba. A kiskápolna felterásra került, viszont előkerült egy olyan épület, amiről nem sok szó esett, habár 71-ben már ezt is megtalálták, mint utóbb kiderült a három és fél oldalas leírásból, csak senki nem tudta értelmezni alaprajz nélkül a leírtakat, de az látszott, hogy ez a hetes objektumnak nevezett nagy építmény, ez egy hatalmas, nagy templomnak a szentélye, így nyilvánvalóvá vált, hogy a korai kerek templom, amit már 71 óta, 2008 óta ismerünk, valószínűleg nem az a királyi temetkezési helyszín, hanem ez a sokkal nagyobb 13. században újjáépített templom, amely alatt itt zöldel kilátszott, zöldel jelölten kilátszott a korai 11. századi kerek záródás is, tehát látszott, hogy az alatt egy korai 1042-ben abba Sámúl által alapított templomnak a Maradványa található, amitől ez a kis ö, épület, kis ö, kápolna, ez későbbi, ez pedig mindenképpen 13. századra datálható, és a hatos objektumról, ami korábban a palota épületnek gondoltunk, arról kiderült, hogy ez pedig a templomhoz kapcsolódó kolostor szárny első helysége. 2020-ban már erőkelült egy olyan sírkő, ami ugyan 15. századi, de rajta az ABA nemzetség címere található. Hozzáteszem, hogy ez az első olyan egészben megmaradt biztosan középkori ABA címer, amelyet sértetlenül talált meg a magyar Kutató Intézet, és ezzel a 17-18. századi címben áblázolásoknak középkori hitelt adott. A címeren azt látható, hogy kiterjesztett szárnyú turul madár egy koronás sisakon állva, nyilván korona az a királyi család eredetre utal, és a címer pajzson szintén egy turul, itt talán három toronnyal, ami, ami abasárnak ma is a címere, valószínűleg a településen álló három templom tornya jelképeként. Ez a 15. századi sírkő rámutatott arra, hogy Sámuel által alapított kolostort azt egészen a minimuma a 15. századig használták a Aba nemzetség temetkező helyül. Az a Zaba nemzetség, akiről egyébként Abba Sámú ellen és a 14. század elején Abba Amádén kívül alig tudunk valamit történetileg, holott látszik, hogy a 15. században is még az ő családjukhoz tartozott a monostor, így feltételezhető, hogy a köztes évekből is egy Anzsú Kori Károly Róbert oklevelet fordított le még a Magyarság Kutató Intézet, amelyből világossá vált, hogy, hogy a 14. században is a Abba nemzetséghez tartozik. Itt látható a későbbi Abba címer, aminek teljes megfelelése az általunk talált sírkő. Ilyen sírkövek még Kisnánán is találhatóak, sajnos ez a Lux által lefényképezett sírkő, ez, ez elveszett a második világháborúba, nem tudjuk, hogy hol található ez a fénykép felvétel maradt róla. És ami fontos, hogy a krónikáink leírják, hogy a képen látható képes krónika ábrázolás az Attila királyt ábrázolja, akinek pajzsán a krónika leírása szerint a turul látható. Bármennyire nem kiterjesztett szárnyú és nem hasonlít a turulmadára vagy solyomra, de a leírásban szerepel, hogy ez a turul, és azt is leírják, hogy az abák ezt a turult a mai napig a képes krónikáig használják, és az Árpád ház is használta ezt, hiszen őt is a krónikák az atillátor eredeztetik, csak Szent István bevezette a pólyás Árpád sávos címert, de addig ők is a turult használták, még az abák a mai napig tulajdonképpen ezt használják. Aztán szóval 2021-ben kiterjesztettük a benem épített területre a feltárást, kezdett kibontakozni ez a, a, a nagy templom, aminek csak a a Szentélye 18 -szor, bocsánat, 16 x 8 méteres, és a templomhajó az valószínűleg 30 méteres, így a templom összhossz az 45 métert közelíti meg, hozzáépítve egy 14. századi mellékkápolna, illetve azok a kolostor szárnyak, amelyek erre folytatódnak, és egy belső udvart vesznek körül, és a kerek templom, amelyen még ekkor a lilaház állt, tehát gyakorlatilag ez a kerek templom erről igazolódott, hogy korábbi minden épületnél nem illeszkedik se tájolásba, se építészetileg a területhez, viszont amikor megépül 1042-ben ez a Épületegyüttes, akkor egy kis közlekedő folyosóval bekapcsolják a belső udvarhoz ezt a kerektemplom bejáratát, amely innentől keresztelő kápolnaként funkcionál. Látható a feltár terület elhelyezkedéséből, hogy egy nagy négyzetes kolostornak a déli oldaláról van szó, amelyet az utcarendszer ma is kirajzol, és tulajdonképpen a közepébe van bombázva ez a mm, művelődési ház, sajnálatos módon. Egy távlati kép a területről, háttérben a Sárhegy, ettől jobbra található a Mátra, gyönyörű vidéket látunk, és itt ez egy fehérre messzelt, gyönyörű kolostor lehetett hatalmas templomával, ami az Alföld fölé magasodott tulajdonképpen. És ennek a a templomnak a szentélyében, a templom oltára körül aba nemzetségbeli sírok, illetve a templom szentélyének közepén még egy 15. századi aba címeres sírfedlapokkal fedett tömegsír egy osszárium került feltárásra, aminek egyébként bizonyosan a tatár illetve a huszita vagy a török dúlás okozta pusztítás által összeszedett csontokat dobálták ide. Valószínűleg itt a 15. században a huszita pusztítás nyomait láthattuk a sírba, viszont a sír alján érintetlenül feküdt két csontváz, amelyek a templom szentélyének közepén olyan főhelyen találhatóak, ráadásul abba címerrel lefedve, amelyek felvetik a gyanút, hogy esetleg akár Abba Sámuel csontvázai, vagy csontváza is lehet egyikük. Minden esetre ezt majd a genetikai és a szénéziotópos vizsgálatoknak célja kideríteni, hogy mikoriak ezek a sírok, mert ugye a sírfed rajtuk 15. századi, de elképzelhető, hogy ezek a sziklába vájt sírok korábbiak illetve hogy rokonok-e. Célunk a genetikai vizsgálatokkal az, hogy megállapítsuk, hogy az abban nemzetség ide temetkező családfájában kik a rokonok, és megállapítsuk ezzel az abáknak a génállományát. Illetve sajnos a felteres során, mint említettem, kiderült, hogy a tatárok, a húsziták és a törökök is elpusztítják ezt a templomot, így Abba Sámuel sírját egyértelműen nem tudtuk meghatározni nem tudtuk feltárni, de elképzelhető, hogy ezen sírok egyik az övé lehet. Hogy miért nem királyi díszekkel temették el, mondjuk, mint harmadik Bélát koronával, karddal, stb. Aznak oka lehet az is, hogy egyébként halála után ellenséges környezetbe kerülve már nem királyként temetik el, hanem végakarata, végakarata szerint a bencések elképzelhető, hogy csak egyszerű fakoporsóban temetik el, és ezért nincsenek márványkoporsója és királyi inszigniumai. Mindenesetre az látszik a templom körüli téren, hogy évszázadokig használták a lelőhelyet temetkezési helyként, tehát ez a Bencés Kolostor egyébként az ásatás bizonyította, hogy egészen a tizen 70. századig fennállt, 1600-as évekből származnak az utolsó pénzeink, és itt is több ezer sírt temettek a templom köré, több mint 5000 sírral számolhatunk, hasonlóan Tázlárhoz, csak hát itt egy királyi alapítású kolostor körüli temetőről van szó, ahova nem mindenkit temethettek el. Aztán a templom szentébe vannak 13. századtól későbbi mellékoltárok, ami valószínűleg a tatárjárás után épültek, tehát, a, bocsánat, rosszul fogalmaztam, a 13. századnál későbbi, tehát valószínűleg 13. század első felétől későbbi oltárok a tatárjárás után épülhettek, ami egyik alatt egy szép boltozott sírkamrát tártunk fel, amelyben négy halott csontváza feküdt, valószínűleg ők egyházfiak, apátok, papok lehettek, és ebben a sírba a török dúlás után bekerült törmelék tetejére dobva egy márvány töredékre figyeltünk fel, amely nagy izgalmat okozott, hiszen a Kárpát-medence elsőként megtalált 13. század végi gótikus szobortöredéke került elő, egy Mária ábrázolás, amely valószínűleg a fő díszíthette, és nem csak egy, a kőfaragvány minősége figyelemre méltó, hanem az, az, hogy festett maradványok is megmaradtak rajta. Ez a gótikának kőbefaragva faragva Magyarországon az egyik legszebb emléke. A, Festőrestaurátoraink digitálisan rekonstruálták, hogy hogy nézhetett ki a festés, és az is látszik, hogy itt ilyen fénykoronája van még a glórián felül Máriának, és ugyanez a fénykoronya itt is megtalálható, tehát mindenképpen a karján ülő kis Jézus tábrázolhatta, és hát a Reimszi katedrális híres mosolygó angyalának jó pár húzama ez a kárpát -Berencével. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Abasár bármennyire nem szól forrás arra, hogy a abba Sámuel után az abák megmaradtak Magyarország egyik legnagyobb nemesi családjának vagy urának. Ez a régészeti feltárása bizonyítéka, hogy egy pusztító, mindent elvívő, a tatárjárás Vereckétől Budáig tartó fő sodor vonalába eső útján fekvő apátság, amint porig rombolnak, ezt a régészeti feltárásból bebizonyítottuk, be hogy az utolsó kősorokig lerombolják a tatárjárásba. Ezután, a tatárjárás után úgy építik vissza ezt a templomot, hogy európai színvonalú berendezési tárgyakkal ékesítik. És nem csak a berendezési tárgyak azok, amelyek tulajdonképpen ezt a lelőhelyet ékesítik, hanem maga az a méret, amit a 13. században megépítenek, az már egy hihetetlen ez a 45 méter x 12 méteres templom plusz a kolostor. És mi is törekedtünk rá, hogy az állagvédelem védelem az úgy folyjon le a lelőhelyen, hogy a falakat megemelve azokat bemutatni tudjuk az utókornak, megalapozva ezzel egy későbbi régészeti park feltárását. A kerek templomnak látjuk, hogy sajnos az egyik felét elbontották az 50-es években az úgynevezett Lilaházzal. A T.S. elnök ugyanígy a sírokat is elvágólag pusztította el ez az építkezés, de a, most, ha kilátogatunk Abasára, a mai romok, azok falaikkal felmagasítva már egy középkori utcaképet, egy középkori látványt mutatnak, olyan rekonstruált helyben talált ajtókkal, mint ez a 15. századi kőkeretes gótikus ajtó, amelyeket helyben találtunk összeomolva. Nyilvánvalóan a törökök által okozott tűzvész által elpusztítva, viszont rekonstruálni tudtuk őket. És hát maga a templom, hogy ugye említettem ezt a Madonnát, hogy ez európai színvonalú, vagy világszínvonalú, de maga a templom is itt egy vidéki lelőhelyen egy olyan alaprajzot, olyan méreteket biztosít, amely, amelyek tulajdonképpen Kárpát-medencei viszonylatban is a legnagyobb közé tehető. Ez, amit most mutatok, ez a feltárások végeztével rekonstruálható eredeti 11. századi templom, amelynek csak ez a boltív töredéke, itt a végfala és néhány faltöredéke maradt meg. Nem is erre törekedtünk a helyreállítás során, hogy ezt helyreállítsuk, hiszen ez már nagyrészt elpusztult a tatárjárás utáni építkezések során, viszont ez lehetett az, amelyet Abba Sámuel 1042-ben gyakorlatilag temetkezési helyéül szánt, és ahova el is temették. A később megépült 13. századi templom a tatárjárás után, az viszont egyértelmű párhuzama itt a Margit-szigeti Domonkos Kolostornak az a fő temploma, aminek első periódusa gyakorlatilag ugyanazt az alaprajzot követi szinte méterre, mint az abasári templom. És fontos megjegyezni, hogy ezt a templomot negyedik Béla király építette azért, mert az ország megmenekült a tatároktól, és ezért lányát felajánlotta az Istennek és tudva azt, hogy a lányának soha nem lesz utódja, és Isten fogja szolgálni élete végéig, úgy építette meg neki a Margit szigeten ezt a Domonkos Kolostori templomot. Tehát, hogyha valamire szánt pénzt, akkor negyedik Béla, akkor erre biztosan. És ez a templom az édes testvére gyakorlatilag az abasári templomunknak, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy hihetetlen felfedezés, hogy a vidéki helyszínen úgymond nem Buda, Visegrád, Esztergom körben, hanem egy, egy vidéki udvarházban, Aba Sáron olyan méretű templomot találunk, olyan színvonalban, mint a budai domonkos kolostor, amelynek rekonstrukciós rajzát a két világháború közt így képzelték el. Tehát ez a lelőhely, amit itt feltárt a Magyarság Kutató Intézet gyakorlatilag egy év alatt, és amelynek rekonstrukciója most is zajlik, a lilaház lebontását már sikerült elérnünk, a művelődési ház elbontása és a többi épület felvásárlása az tervben van. Tehát remélem, hogy vidéken ez a lelőhely iskola példája lehet annak, hogy hogyan tudjuk egy gyakorlatilag csak a boráról ismert, de történetileg szinte ismeretlen településnek visszaadni azt a rangot, amit, amit az Árpád korban birtokolt. Ez az első elképzelésem arról, amikor lerajzoltam a Alkohol hogy megértsék a, a többiek, hogy 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 képzelem el a templomot, hát azóta már kifinomultabb tervek is állnak rendelkezésünkre, hogy hogy nézhetett ki ez a kolostor, és hát a legmodernebb technikát bevonva az egész területet térszkennelve, ortofotózva, és az épület alatt található hihetetlen mértékű pincerendszert is bekamerázva, szkennelve, gyakorlatilag most már egy 3D-s modellben láthatjuk, a lelőhelyet, amelynek remélem az építését is nyomon tudjuk követni 3D-s modellekkel. A pincéről annyit még érdemes tudni, hogy a szovjet időkben 1 millió liter bort adott a Szovjetuniónak, tankervonatokkal szállították el évente az 1 millió liter bort, viszont az is fontos róla tudni, hogy amikor 1942-ben negyedik Béla ezt a bizonyosan a mal már létező egyházi területet oda adományozza a bencéseknek, akkor pincét és bort, pincét és szőlőt is adományoz nekik, nyilván bort is, és ez az els, egyik első említése a magyar szőlőművelésnek a 11. században. abba nem csak a templom, hanem a szőlőművelés is ezer éves, és ebben a pincében található egy nagy 18 méter mély kút, amely minden a felmérésekből kiderült, hogy valószínűleg az a kút, amely a Kolostor udvarának közepén a mostani megépült, 70-es években megépült művelődési ház alatt található. Ezek a 3D-s felvételek remélem előrevetítik azt az állapotot, vagy azt a reményt, hogy ez a lelőhely megújulhat, és hogyha ez a abasári lelőhely, lelőhely megújul, akkor remélem, hogy a környező pálos vörös mart Gyöngyös most 11. századi emlékei, illetve az általuk körbehátárolt sárhegy, amin végig sáncnyomok, középkori ciszternák és nagyon titokzatos lelőhely maradványok fekszenek, az is nagyobb figyelmet ad, vagy kaphat, és a végén talán kialakulhat egy olyan e, mátrajai turista út, amely gyöngyös patától feldebrőig ezeket az árpátkori templomokat és árpátkori várakat magába foglalhatja azért, hogy az érdeklődő turista az e, mindenképpen hasznosan tudja itt eltölteni az idejét, amellett, hogy mindenkinek ajánlom a mátrajai borokat is. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!